Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Hamarosan nyithat a strand. Rendőr és tűzoltó nap. Főként gyerekeket vártak a rendezvényekre. Turisztikai beruházás. Közel 240 millió forintból valósulhat meg a Várajai parkerdő fejlesztése. Anyák napja. Vasárnap a szebbik nemhez tartozó felmenőinket ünnepeljük. Júniusban kinyithat a szekszárdi strand. Ehhez a közgyűlés tagjai szerint arra volt szükség, hogy az üzemeltetést ideiglenesen átvegye a büfét eddig is üzemeltető közétkeztetési cég, így nem kell több 10 millió forint plusz költséget kifizetnie a városnak. A Fidesz frakció vezetője emellett azt is mondja, tüzetesen átnézik ki, és milyen céllal használhatja a polgármester önkormányzati fenntartású autóját. Oh! Sokan élvezték a hullámfürdőt a szekszárdi strandon az elmúlt években. A medencékben és azok partján egy-egy nyár alatt 48-50 ezer vendég fordul meg. Bár az idei szezon egyre közeledik, eddig félő volt, hogy a létesítmény nem nyithat ki. A sportközpontot csütörtökig irányító ügyvezető ugyanis legalább 40 millió forintot akar kérni az önkormányzattól, hogy júniusig elvégezzék a nyitáshoz szükséges előkészítő munkákat. Ennyi pénz viszont nincs Szekszárd idei költségvetésében erre a célra, ezért Szőke Gergőt visszahívta a közgyűlés, helyette ideiglenesen Baja Attilát bízták meg a sportközpont vezetésével. A Diákétkeztetési Kft. Kapott 50 millió forint tagi kölcsönt, és ez a tagi kölcsönt engedményezte a Szekszárd Vízmű Kft.-re, mint a Családbarát élményfürdő tulajdonosára, és a Szekszárd Vízmű Kft. Fogja felkészíteni nyitásra a Családbarát élményfürdőt, és továbbá a Diákétkeztetési Kft. Fogja üzemeltetni. Az üzemeltetést, ugye akkor ettől kezdve a büféket is, a strandnyitást is, tehát minden egy kézben lesz. Reméljük, hogy ez így nyereséget fog hozni a városnak. A pénzügyi bizottság elnökeként a Fidesz frakció vezetője kikéri a polgármester által tavaly kötött szerződéseket is. Azokat ugyanis átnézik, valamint arról is döntöttek csütörtökön a közgyűlés tagjai, hogy több kifizetési jogkört is elvonnak a település vezetőtől, azok pedig a gazdasági és a pénzügyi bizottságokhoz kerülnek. A polgármesteri keret, a kommunikációs költségek, a dologi kiadásból a beszédírás, nyomdai költségek, ügyvédi keret, ennek az összege a pénzügyi bizottság keretébe került, ettől kezdve a pénzügyi bizottság dönteni ezeknek a felhasználásáról. Máté Péter azt mondja, annak is utána néznek, ki és milyen céllal használhatja a polgármester önkormányzati autóját. Több lakossági bejelentés érkezett arról, hogy észrevétel, hogy a polgármester úrnak az autójával idegenek közlekednek. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy nagyon sok a kilométer az autóba, nem tudjuk az autót kivezeti, és milyen célra használják, úgyhogy ezt ellenőrizni szeretnénk a 2022-es évet, mert a polgármester 2022-ben már nem tudott autót vezetni, és úgy tudjuk, hogy senki nincs megbízva a gépkocsi vezetésével. A szekszárdi közgyűlés egyébként várhatóan még májusban ismét összeül. A falusi kisboltok infrastruktúrális fejlesztésére 50 milliárd működtetési támogatásukra további 8 milliárd forintot biztosított a kormány a Magyar Falu programban. Közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön. Gyopáros Alpár azt mondta, a múltban komoly veszély fenyegette a falvakat, ugyanis a szocialista kormányok alatt a közszolgáltatások színvonala romlott, így a falusiak közül egyre többen költöztek városokba. Gyopáros Alpár hozzátette, a kormány éppen ezért már az első évben pályázatokat írt ki az önkormányzatok számára. A program 2020-ban a kis településeken működő civil szervezetek támogatását is magában foglalta. 2021-től pedig a piaci szolgáltatások, így a falusi kisboltok fejlesztésének újranyitásának a támogatására is elindult. Kiemelte, a kisboltok támogatására azért van komoly szükség manapság, mert ezek az egységek mindig is hátrányban voltak a nagyvárosi multikkal szemben, és jelenleg is ki vannak téve az elhibázott szankciók okozta energiaválságnak és inflációnak.
A magyar agrárium alapjai stabilak. Az elmúlt 13 év intézkedései nyilvánvalóvá tették, hogy a kormány a magyar mezőgazdaságra stratégiai ágazatként tekint, jelentette ki az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Farkas Sándor elmondta, az elmúlt évek kihívásai hozzájárultak ahhoz a stratégiai gondolathoz, miszerint a kormánynak még határozottabban kell folytatni a megkezdett agrárpolitikát. A legfontosabb hosszú távú célok között szerepel egy jövedelmező 21. századi technológiákra épülő mezőgazdasági termelés kialakítása, továbbá ezen alapuló nemzetközileg is versenyképes élelmiszeripar megteremtése. Ezekhez a célokhoz a magyar közös agrárpolitika stratégiai tervének elfogadásával több mint 5300 milliárd forint forrás áll rendelkezésre 2027-ig. Ezzel lehetőség adódik a mezőgazdasági termelőképességet másfélszeresére növelni és a technológiákat fejleszteni, hangsúlyozta az államtitkár. Rendőr és tűzoltónapot tartottak pénteken délelőtt Szekszárdon. A programokra főként gyerekeket vártak, akik belekóstolhattak mindkét hivatás szépségeibe és kihívásaiba. És most jön akkor a víz. Biztosan szívesen belekortyolnánk, de ezt soha ne öntsétek az égős olajos serpenyőbe. És meglátjátok, hogy miért ne. Úgyhogy abrakadabra! Hatalmas lángokkal csapott fel a tűz, miután egy szakember vizet öntött a kigyulladt tétolajra. Ezzel a bemutatóval szemléltette a katasztrófavédelem, milyen könnyű lakástüzet okozni. A pénteki rendőr és tűzoltónapra rengeteg fiatal látogatott ki. Ők interaktív bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a két hivatással. Voltunk már itt is a sátorba, és füstbe kell kalapácsot keresni. És milyen érzés ekkor a füstben keresni egy kalapácsot? Hát nehéz. A katasztrófavédelem munkatársainak nem titkolt célja az volt, hogy vonzóbbá tegyék a szakmájukat. Másrészt prevenciós jelleggel tartottak bemutatókat. Folyamatosan ezen dolgozik egyébként a katasztrófavédelem egészében, az amellett, hogy egyébként a tűzoltó mentőegységek ellátják kint a különböző tűzesetek és károsoknál a különböző beavatkozásokat. Természetesen a megerőzésre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ezúttal is egyébként ennek a foglalkozásnak röviden ez lenne a célja, hogy testközelből ismerkedjenek meg azokkal az eszközökkel, amit maga a katasztrófavédelem használ. A rendőrség nem csak az egyre több helyen megjelenő biztonsági övszimulátort vitte ki a parkba, más meglepetésekkel is készültek. Kipróbálhatják az úgynevezett részek szemüveget, amely részegséget alkoholos befolyásolt állapotot szimulál. A gyerekek, illetve a felnőttek különböző gyakorlatokat végezhetnek, és érezhetik azt meg, hogy milyen érzés, amikor valaki ittasan próbál meg valamilyen cselekedetet végrehajtani. Mellettük a rendőrségi drónt is megtekinthetik az itt jelenlévők, illetve számos rendőr technikai eszközt, rendőrmotort, rendőrautót, rendőrségi fegyverzetet is megnézhetnek az ide látogatók. A délelőtt során több száz fiatal vett részt a szekszárdi rendőr és tűzoltónapon. A múlt héten 10 000 alá csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken közzétett jelentése szerint április 24-e és 30-a között az országban 138.200-al jelentkeztek akut légúti fertőzés tüneteivel. Közülük 9 000 embernél influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Azt írták, a 17. naptári héten két vármegyében nőtt, 16 közigazgatási területen csökkent, kettőben Tolna és Zala nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Az NNK laboratóriumába érkezett 51 mintából 11-nél az influenza valamelyik vírusát, 8-ban a koronavírus mutatták ki. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben megfigyelt csökkenés után a 17. héten a koronavírus örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlag koncentrációjában ismét stagnálás tapasztalható. Csökkenés észlelhető Kecskeméten, Miskolcon és Salgótarjánban. Emelkedés egyik városban sem figyelhető meg. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 18 helyszínen az emelkedett tartományba esik.
Közel 240 millió forintból valósulhat meg a Várraljai parkerdő turisztikai fejlesztése. A projekt TOP Plus pályázatból valósul meg. A nyitó rendezvényen a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János kiemelte, hogy a Mecseklábánál fekvő terület eddig is közkedvelt helyszíne volt a turistáknak. A beruházásnak köszönhetően pedig várhatóan még nagyobb lesz az érdeklődés a parkerdő iránt. Várraja nélkül az életünk elképzelhetetlen lett volna. Ezzel a gondolattal köszöntötte a Várraljai parkerdő turisztikai fejlesztése projekt nyitó rendezvényén a megjelenteket a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János, aki rengeteg időt töltött gyermekként is ezen a területen. Mint mondja, többek között kiválóan alkalmas túrakerékpározásra, futásra, lovaglásra, családi kirándulásokra a Várraljai parkerdő. A település önkormányzata közel 240 millió forintot nyert el TOP Plus forrásból a turisztikai fejlesztésre. Nagyon fontos dolog Várajának, hogy tovább tudjuk fejleszteni a parkerdőt, hiszen minden várajai nagyon büszke. A Várajai parkerdőre kedves, kedvenc kirándulóhelye ez az itt élő embereknek, illetve a környékbeli településeknek, mondhatom egész Tolna megyének. A Mecseklábánál fekvő területen a 100% intenzitású visszanemtérítendő támogatási összegből olyan speciális élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, mint például egy élménytér, ahol törekednek a több generáció számára is élvezhető interaktív eszközök kialakítására. A parkerdőben jelenleg több horgásztó, esőbeálló és tűzrakóhely várja a látogatókat. A meglévő infrastruktúra mellé kialakításra kerül egy fedett rendezvénytér modern vizes blokkal, valamint megvalósul egy vagyonbiztonságot szolgáló kamerarendszer kiépítése, parkolóhelyek és kerékpártárolók létesítése. A tervezés folyik, annak a határideje július közepe, nyilván utána jönnek majd a közbeszerzések, és lehet, hogy el fog húzódni, lehet, hogy a tényleges munkálatoknak csak a következő évben tudunk nekiállni. A projekt folyamán nagyon jelentős dolog Várraljai a község életében, hogy végre elkészülhet itt a parkerdőbe egy olyan többfunkciós épület, ahol helyet kap végre egy vizes blokk, ugye, ami nagyon nagy probléma itt a parkerdőbe, mind az ide látogató turistáknak, mind a helyi lakosoknak, akik kijönnek ide. A beruházásnak köszönhetően az eddig is közkedvelt kirándulóhelyen várhatóan még nagyobb lesz a turisztikai élet. Csaknem 200 ezer vendég 362 ezer éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken a május 1-i hosszú hétvégén, így ezek a napok 7 milliárd forint bevételt hoztak, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség pénteken. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint az idei május 1-i hosszú hétvégén a belföldi vendégek adták az összes vendégéjszaka 52%-át. A legtöbben Lengyelországból jöttek, ami nagyban köszönhető a pápa látogatásának. Kiemelten sok angol, német, olasz és cseh vendég is érkezett, tette hozzá az ügynökség. A legtöbb vendégéjszakát a főváros után a Balatonnál töltötték el. 30 ezer vendég 57 ezer éjszakát. A magyar utazók többsége Sopron, Zalakaros, Eger, Gyula és Hajdúszoboszló felé vette az irányt. Emellett kiemelt forgalmat bonyolított le Hajdúszoboszló, Hévíz, Bükk, Gyula és Eger. A háromnapos első májusi hétvégén a turisták 7 milliárd forintot hagytak a szálláshelyeken, ebből 260 millió forintot szép kártyával fizettek. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük Magyarországon. A hét utolsó munkanapjának idehaza is komoly hagyománya van, de a szokás az ókori Görögországból ered. Dolgozni szaporá, gyere nézzük szépre, ki dolgozni nem akar, világot se szedjen. Anyák napi rendezvényt tartottak a kéthi óvisok. Az anyák napja világszerte ünnepelt esemény, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon tartják meg, hazánkban viszont május első vasárnapján ünnepeljük. Nekem nagyon tetszett, nagyon elérzékenyültem, mert a kicsi fiam eddig még nem lépett föl, úgyhogy ez volt neki az első, és nagyon ügyes volt szerintem, és mindenki nagyon aranyos volt, kedves volt, és meglepődtem, hogy már ilyen kicsiként már egyedül tudnak szavalni, úgyhogy gratulálok az óvónéniknek, és köszönjük is.
Az ünnepség után a szülőket és a nagyszülőket egyaránt az ovisok kézzel készített ajándékokkal lepték meg. Kézzel készítettek egy nagyon szép virágot, mindig minden évben másikat készítenek. Most szerintem ez egy játszint volt egyébként. Kapaszkodik a gyökér, kis virág a félrej. Gödrei Zoltán polgármester rendszeres résztvevője az óvodai rendezvényeknek. Elmondása szerint már nagyszülőként is figyeli ezeket az eseményeket. Folyamatosan készülnek a gyerekek, ahogy az előbb is említetted, minden olyan rendezvényre, illetve ünnepre készülnek, ami az ő életüket valamilyen formában formálja, nevezzük így, és az anyák napja után jön majd a gyereknap, aztán jön a ballagás, és akkor lesz egy kis szünet, és akkor jön majd az évnyitó, és akkor így. Aztán így, ahogy vannak az ünnepek, úgy készülnek mindegyikre. A Kétyi óvoda dolgozói is mindent megtesznek azért, hogy a gyermekek és a szülők is egyaránt örömteli pillanatként éljék meg a hagyományőrző ünnepségeket. Regionális híreink következnek. Kerékpáros vetélkedő, elméleti és gyakorlati feladatok vártak a fiatalokra a vármegyei döntőn. Ittassan vezette elektromos rollerjét, felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt az ügyészség. Nem minden vadon élő kisállat szorul segítségre, akár bajt is okozhatunk, ha beavatkozunk. A kerékpáros iskola kupa és a Ki a Mester két keréken közlekedés biztonsági vetélkedők baranyai döntőjét rendezték meg Pécsett. A Testvérvárosok Terei Általános Iskola adott otthont a vármegyei megmérettetésnek. A legjobbak májusban az országos döntőn vehetnek részt, ahol számot adhatnak kerékpáros kressztudásukról elméletben és gyakorlatban. Ezek a gyerekek bár iskolapadokban ülnek, most nem dolgozatot írnak. A fiatalok ugyanis a kerékpáros iskolakupa, valamint a Ki a Mester két keréken közlekedésbiztonsági vetélkedők baranyai döntőjén vettek részt. Általános iskoláskorú gyerekek mérhették össze tudásukat elméletben, majd gyakorlatban. Az áprilisban megrendezett városi vetélkedő legjobbjai versenyeztek. A tesztlapokon olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, melyek a mindennapi kerékpáros közlekedés fontos szabályaira irányulnak, majd ezt egy erre a célra kialakított akadálypályán a gyakorlatban is bemutathatták a résztvevők. Jelenleg zajlik a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskolában a Ki a Mester két keréken és a Kerékpáros Iskola Kupa Baranya vármegyei döntője. A gyerekeknek két feladatuk lesz, kerékpáros tesztlapot kell kitölteniük, illetve kerékpáros ügyességi pályát kell leküzdeniük. A Ki a Mester két keréken vetélkedőnek lesz országos döntője is, amelyet Budapesten rendeznek meg május 24-én. Ide egy kisfiú és egy kislány fog tovább jutni. A versenyek célja a gyerekek közlekedési ismereteinek bővítése, valamint kerékpáros ügyességi és szabályi ismeretük fejlesztése. A májusban megrendezendő országos döntőben újabb kressz kérdésekre kell majd válaszolniuk a továbbjutóknak, majd egy hasonló akadálypályát kell átszelniük bringájukkal. A tavalyi évben Egerben lezajlott megmérettetést egyébként csapatversenyben a baranyai csapat nyerte meg, míg a lány egyéni kategóriában a szintén baranyai Szentkereszti Réka bizonyult a legjobbnak. Felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt a Pécsi Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki ittas vezetést követett el 2022. szeptemberében. A vádlott egyébként elektromos rollerjével közlekedett alkoholos befolyásoltság alatt, amikor Pécs belvárosában a főúton elesett. Mivel a roller gépi meghajtású járműnek minősül, ezért a férfi cselekménye az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége. A Pécsi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki alkohol hatása alatt vezette elektromos rollerjét. A vádirati tényállás szerint a férfi 2022. szeptemberében az esti órákban ittas állapotban vezette elektromos rollerjét Pécsett a belvárosban az országúton. Egy kanyarban elesett, ennek következtében súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett el. Tekintettel arra, hogy a férfi ittas állapotban vezette az elektromos rollert, ezért bűncselekményt követett el, mégpedig az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségét. Az elektromos roller, ugyanúgy, mint az elektromos bicikli, ugyanis gépi meghajtású járműnek minősül, így a büntető törvénykönyvben meghatározott fogalom szélesebb körül, mint a kresszben meghatározott gépjármű fogalmi rendszere, ugyanis abba nem fér bele az elektromos kerékpár, illetőleg az elektromos roller.
Ennek következtében, aki ezeket az eszközöket, vagyis a gépi meghajtású járműveket ittas állapotban vezeti, nem vétséget, hanem bűncselekményt követ el. Tekintettel arra, hogy a vádlottat már korábban a bíróság kétszer is elítélte ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt, ezért az ügyészség vele szemben felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt. Kiemelt időszakhoz érkeztünk a vadon élő állatok életében. Ezekben a napokban fontos, hogy tudatosan viselkedjünk, ha a túránk során egy fiatal állattal találkozunk, ugyanis ha beavatkozunk életükbe, gyakran nagyobb bajt okozunk, mint arra gondolnánk. A tavaszi időszakban a természet ébredése mellett a vadon élő állatok is világra hozzák apróságaikat. Ez az időszak azonban gyakran problémás a kirándulók által látogatott területeken. A tavasszal mindig az egyik legnagyobb probléma, hogy megszületnek a kis állatok. Ez természetesen nem mindig probléma, az viszont probléma, hogy az emberek, amikor meglátják ezeket a kis állatokat, amikor ott vannak egyedül, akkor azt gondolják, hogy őket most abban a pillanatban kell menteni. Előfordulhat ez az eset, különösen akkor, amikor az ősz beteg sérülést látható rajta. Legtöbbször azonban csak a szüleit várja. Gondoljunk bele Bambira, amikor az öreg herceg mondta Bambinak, hogy nem tudsz egyedül lenni. Fontos tisztában lennünk vele, hogy általában ezek az állatok nem bajba került, elhagyott csöpségek, csupán az anyaállat élelmet keres, amíg a kölykei biztonságban várják őt. Ha beavatkozunk az életükbe, gyakran nagyobb bajt okozunk, mint arra gondolnánk. Most ezek a kisőszek ilyenkor csak azért vannak ott és rejtőzködnek, mert az anyaállat elment legelni, hiszen őnek is kell táplálkozni. Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, mi a teendő, ha a túránk során egy szerintünk elhagyatott kisállattal találkozunk. Az a baj, hogyha ilyenkor megfogjuk ezeket a kis állatokat, akkor az embernek a szaga az sajnos annyira intenzív és olyan hatást tart ki, hogy nem fogja gondozni utána az anyállat. Egyébként ez nem csak a tűzekre igaz majdnem az összes többi emlős állatra, tehát nagyon gyakran találkozunk ilyen problémával a sülöknél, rókáknál esetenként, úgyhogy ezt mindig nagyon alaposan át kell gondolni, hogy segítünk, vagy inkább kárt okozunk. A folyamatos tájékoztatás ellenére minden évben kerülnek állatok az emberi gondotlanság miatt a menhelyekre, ezért a szakemberek az iránymutatások betartására kérik a kirándulókat. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon. Hamarosan nyithat a strand. Rendőr és tűzoltó nap. Főként gyerekeket vártak a rendezvényekre. Turisztikai beruházás. Közel 240 millió forintból valósulhat meg a Várraljai parkerdő fejlesztése. Anyák napja. Vasárnap a szebbik nemhez tartozó felmenőinket ünnepeljük. Szombaton az ország túlnyomó részén kellemesen enyhe, változóan napos, felhős, délután felhősebb idő lesz. Éjjel elszórtan záporok is előfordulhatnak. Vasárnapra alapvetően napos idő lesz. Magas páratartalmú füllet időjárás várható. Heves zivataroknak is megvan a veszélye. Hétfőn hideg front érkezik, élénkebb északi szélben változó felhőzetre, nyugaton kevesebb, keleten több napsütésre és szórványosan előforduló, de gyenge záporokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!